látható a rengeteg tavaszi virág, amely végre... Palkovics Katalin virágkötő, az egyik dunajvárosi virágbolt tulajdonosa azt mutatja, milyen virágokra van leginkább igény a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Mint elmondta, nem csak a keresett virágokban, de a vásárló férfiak közötti korosztályokban is megfigyelhetőek különbségek. Nagyon változó korosztály, bár én azt gondolom, hogy azért az idősebbek sokkal jobban tartják ezeket az ünnepeket. Mi fiatalok néha így elfelejtjük, de azért délután sokan behozzák. Hozzátette, nőnap alkalmából leginkább az évszakra jellemző virágokra van igény vásárlóik körében. Mint elmondta, a vágott és cserepes virágok egyaránt népszerűek. Végre a tavasz virágai. Tehát nagyon örülünk, hogy ilyenkor most már nagyon színesedik a paletta. Rengeteg tavaszi hagymás növény megy, akár cserepes formában, akár vágott formában. Gondolok itt a tulipára, játszintra, fréziára, boglárkára, narciszra. Tehát ezek nagyon népszerűek ilyen időszakban. Véleménye szerint a virág sok mindent kifejezhet nőnapkor. Köszönetet, hálát, szeretetet. Az első nemzetközi nőnaphoz kapcsolódó esemény az Egyesült Államokban történt 1857. március 8-án, amikor az amerikai textiliparban dolgozó nők magasabb bérekért és megfelelőbb munkakörülményekért tartottak tüntetést New Yorkban. Hazánk először 1913-ban csatlakozott a Nemzeti Nőnap mozgalmához, amelyet 1948 óta tartanak Magyarországon is.